Szerencsés volt szerintem, hogy szombaton volt a meccs, és vasárnap volt egy szabad napunk. Ez a hét kemény lesz, mert két meccs is vár ránk, úgyhogy nagyon jó jött ez a vasárnapi szabad nap. Már a pályán elkezdtük görbét ünnepelni a meccs után, mindenki egytől egyik gratulált neki, és aztán természetesen az öltözőben is folytatódott. Igen, egy kicsit megvariálták a mérkőzéseket, de szerintem nekünk ez nem okoz semmiféle változást, mi készülünk erre a mérkőzésre is, mint a Debrecenre készültünk volna. Én arra számítok, hogy az Odense ellen kialakított fegyelmezett játékunkat tudjuk továbbvinni, és ez a meccs is hozzájárulhat ahhoz, hogy jó formába kerüljünk a hétvégi BL mérkőzésre.